S4-es kategóriában indultok. Milyen előjelek vannak? Milyenek az ellenfelek és magadtól még mit vársz majd itt ezek a rallim? Hát az ellenfelek ugye nagyon kemények, azért is, mert nekünk első Eger Alim, tehát tavaly nem jött össze, még nem készült el az autónk, és így nem tudtunk indulni. Az autóval is ismerkedem, egy rövid szilveszter alit mentem vele, nagyon jó volt egyébként az autó, a navigátorom új, a doboskat a személyében. Elvárásom igazából, hogy elvárásunk az, hogy menjünk végig, érjünk célba, meglátjuk, hogy hol lesz elég. A pályákat nekem nem ismerem új minden, úgyhogy egy picit talán hátrányba jövök a többiekkel szemben, akik már régóta mennek, tehát ezt hátránynak érzem, de majd megpróbáljuk bepótolni egy kis bátorsággal. Önmagában az EGRI versenynek milyen a híre számodra? Mit gondolsz, mennyire fog tetszeni, a pályákat bejártátok-e már? Bejártuk a pályákat, nekem nagyon tetszik Eger. Eddig is nagyon tetszett, talán 10 éve járunk Eger rallira, mint nézni. Borzasztóan tetszik a pálya és a hangulata már a rajtszeremóniának, ahogy kezdődik, úgyhogy nagyon szerettem volna menni, és a pályák is tetszenek. Bízunk benne, hogy jó lesz. Mondtad, hogy most tanulni szeretnél itt elsősorban Egerben, és cél az, hogy célba tudjatok érni. A szezon hátal lévő részében maradtok S4-ben, esetleg megpróbáltok-e ti is majd beszállni az NS Mitsubishi küzdelmeiben, milyen tervek várnak rátok? Hát nagyon képlékeny a dolog igazából, kategória is képlékeny, az valószínű, hogy Mitsubishi-nél maradunk, ez még változhat esetleg az N4-re is, nem tudjuk azt se, hogy hány verseny, majd ki fog alakulni igazából ez a dolog, egyelőre nem tudni. Jó, köszönjük szépen, és egy kalappal!